Szevasztok, Rikári féle Teló vloggal jelentkezem. Innen a Veselényi utcai villamos megállóból. Jön a kombinó, és utoljára döcögünk egyet. Majd mindjárt elmondom, hogy mi a cheesy jó, hogy miért, és mi az apropó. Az a cheesy jó, ugye, hogy az Európa meg talán a világ legforgalmasabb villamosvonala, és már itt középső rész, hát ez már vagy jó 20 éve volt felújítva, még a 90-es években. És itt mindjárt látható is, hogy lassítunk. A hónapok óta a Dob utcánál. Meg elmondják, hogy Király utca következik. Hát itt a Dob utcánál, de pirosat is kaptunk. Itt ilyen 10-zel döcögött a villamos már hónapok óta, aztán most megcsinálják, most kicserélnek vagy 3 kilométer vágányt. Ma éjjel kezdődik a dolog. És szeptember 2-ig itt ilyen pótlóbuszozás meg ilyesmi lesz. Még ami érdekesség, az északi vonalszakaszon, ugye az Oktogon Szél-Kálmán tér szakaszon a kocsik beállása, ugyanis a kettes vonalán fognak beállni a kocsik, hogy ne kelljen az Árpád híd felé olyan nagyot kerülni. És akkor pont ott a melóhelyen előtt fognak forogni a buszok, csináltak ilyen ideiglenes végállomást, meg buszsávot, majd mindjárt megnézzük azt is. Megjöttünk az Oktogonra, itt lesz majd az egyik átszállás, a másik meg a 32-esek terén, illetve hát most hétvégén végig, azt hiszem, Budáig, a Dél-Budáig pótló lesz. Majd nézzétek meg, a Becski András csatornáján fönn vannak a 20 évvel ezelőtti felújításnak a képei, illetve a videói, azok is érdekesek. Na, itt lesz a végállomás, itt fognak sorakozni a buszok, és itt mögöttem a Szondi utcánál fognak fordulni, és ide gondolom a sofőröknek, hogy itt a végállomáson legyen, tettek ilyen toj-toj budikat. No, hát ennyi volt ez a kis kurta vlog. Sziasztok! Csüssz!